tetszett von őt. A lépcsőn, mely járunk, elkopott a kő. Miénk itt a tér, mert mi öltünk itt fel. Ismerős a füty, és egymásnak felel. Miénk itt a tér. Itt van velünk a stúdióban Senna, az Airi Mafia, énekes, a rappere, vokalistája. Itt van velünk Lobemei Norbert, a Road Movie sorozat producere. Hát nem akármilyen dolog történt, köszönjük szépen, hogy eljöttetek egyébként. Mind a 20 művész nem tudjuk ide behozni. Az elmúlt 15 alkalom, hiszen ez a 16. klip, ami most elkészült, azok szinte kivétel nélkül egy kivétellel egy-egy tájegységet, egy-egy előadónak a gondolatait, emlékeit foglalták keretbe. Ez viszont Radnai Péter barátom ötlete nyomán a mostani dal, az LGT több mint 40 éves Miénk itt a tér című dalának a feldolgozása, ami több szempontból izgalmas. Egyrészt azért, mert a Road Movie feladatát annyiban mindenki betölti, hogy ezek a művészek, akik szerepelnek ebben a dalban, ezek az ország különböző pontjáról származnak. De ennél, ha nem is fontosabb, de legalább ennyire érdekes és izgalmas látni azt, hallani azt, hogy ezek a művészek élő legendák, mint az LGT még élő tagjai, Zorán, aztán a fiatalok, vagy a generációban Lábas Füki, Senna, Kis Tibi. Én azt hiszem, hogy nem csak soha nem voltak így még egy térben együtt, hangfelvételt nem készítettek, de szinte kizártnak tartom, hogy a következő évek, évtizedek során lesz arra alkalom, hogy ők együtt dolgozzanak. Ha ezt a dalt nem is annyira mélyen, de LGT-t hallgattam kiskoromban, ugyanis édesanyám, mikor Gánába költözött, akkor hozta a lemez kollekcióját magával, úgyhogy Bakelitről, ahogy illik. Úgyhogy emiatt is egy csodálatos dolog, tudván a történetét, a történelmet és a nívosságát a zenekarnak fokozta a részvételi izgatottságot. Nagyon-nagyon nagy öröm volt azt látni, hogy bárkit felhívtunk, hogy van-e kedve részt venni ebbe a produkcióba. Azt remélem, hogy természetesen Pici bácsi neve hallatán mindenki azonnal igent mondott, de azt is látjuk, hogy a Road Movie-ban szeretnek részt venni, és hát egy nagyon-nagyon szép öröm munka volt mindenkinek ez a több hét, amíg együtt dolgoztunk. Klipforgatás az is ott nagyon előjött mindenkinek a személyisége, és ott kiderült, hogyha egy rétre kieged az ember ennyi csodás művészembert, akkor jó hangulat lesz, akármi történik. Szuper stáb volt, fantasztikus Török Ferivel dolgozni, az is egy óriási élmény, amiben még nem volt része, úgyhogy ezek az izgatottságok nagyon fokozták a hangulatot, de felszabadultak voltunk, viccelődtünk, daloláztunk, csacsogtunk, nagyon jó élmény volt.